Justin! Forgatunk egy kész átverés. Kivel? Itt a határom. Kivel? A Fenyő Ivánnal. És mit terveztél? Hát, hogy átverjük a Fenyő Ivánt, hogy kokain teszünk fel az autójára, kábítószert, és ők megtalálják. Kik a bűntársait? Benne van két határőr, néhány stábtag és tappan csavadászkutya. Jó van. Menjünk ebédelni. Na most, hogy a túlbuzgó kollégák elmentek ebédelni, akkor elmondom, hogy miről is van szó. Itt vagyunk a Hegyeshalmi átkelő helynél, a pillanatokon belül megérkezik ide Fenyő Iván, a híres és nagyon népszerű színész. Jelen pillanatban Szabó Simonnal, egy színész haverjával együtt útban van ide a határátkelő helyre. Azt azonban Iván nem tudja, hogy soha nem fognak eljutni Bécsbe, mert hogy oda tervezték az utat, mert felcsempésztünk egy furcsa kis csomagot az ő autójára, ami kábítószernek tűnik, természetesen nem az, és Ivánnak semmi köze nincs a kábítószerhez. Nem sokára beállnak majd a sorba, hogy átkeljenek a határon, Ivánékat azonban lekapcsolják, beviszik a vallatószobába, és kiderül, hogy Szabó Simon az egész ügyet Ivára keni majd, és neki ezt a dolgot kell kimagyarázni, nem lesz könnyű helyzetben. Ami még fontos, hogy természetesen ez a jelenet nem lejöhetett volna létre, ha nincs a hegyeshalmi határőrség, neki köszönjük a segítséget. Anyád, kutyájuk van, nézd meg. Szerinted ez milyen kutya? Farkas. Minket nem izélnek, szednek ki. Jó napot kívánok. Kérem az útleveleket, hogy... Ez az enyém, ez a... Álljatok félre, légy szíves. És hova kell? Ide légy, kedves. Maradj a kocsiban még, légy szíves, majd itt kiszállhatok. Jó, állítsd le a kocsit, légy szíves, és add nekem a kulcsot. A sokáig tart egy ilyen ellenőrzés? Nem. Rutin ellenőrzés, reméljük. Füli. Egy ilyen válogatásra megyünk, nem megy be a kutya, nem. Gyere, kollégád. Gyere, Füli. Sietünk. Mi is sietünk. Gyere, gyere vissza, gyere, gyere, gyere ide. Fekszik le, fekszik le. Mi a probléma? Hol jelzett a kutya? Van valami az autónak az alján, uraim. És ez mi a fene lehet? Hát, amit a kutya jelzett. Hát azt majd megnézzük. Próbatesznek vesztjük alá, aztán majd kiderül. Nagy valószínűséggel, amiért a kutya itt van. Jó, uraim, szerintem már biztos, hogy nem mennek át a határon. Jó, fejre vigyázni. Legyen szíves, oda álljon félre. Most egyelőre nem beszél még bűnről, vagy tudunk, miről beszélni? Mert hogy a bűn részességet mondasz. Mert meg vagyok ijedve, hogy ez most... Nem kell megijedni, vagy ide. Ezre megijedni nem kell, de ezt nagyon hamar tisztázni fogjuk, hogy miért. Sütyem az enyém az autó, akkor... Nem baj, semmi. Majd a későbbiek folyamán az eljárás során minden... Egy ismerősömé. Megyünk arra, a kollega után. Mivel nád van kés, vagy valami? Semmi. Majd én átvistálom szóval. Bocsánatot kérek. Lehet, hogy foglak. Jó. Üljetek, legyetek kedvesek, be fog jönni két kollégánk, aki ezt intézi. Ide jó, ha megkérhet titeket. Üli, ül. Kutya az jön ki. Jönni fog két. Valami gondjuk van? Probléma? Hát... De majd lesz értesítve mindenki a megfelelő időben, jönni fognak a kollégák, jó? Mennyi idő? Egy telefont mikor tudok intézni? Majd, amikor a kollégák. A telefon majd tőlem fogják visszakönni, vagy a kollégák. Jó, mi hatáskörünk az eddig terjedt, innentől át fogják venni ezt a dolgot. És ők mikor jönnek? Néhány percen belül, mert van egy másik ügy is. Jó? Szervuszka. Ez mi jó? Okos, okos kutya. Kiment találkozunk, azért jó kocsi. Ők hozták ide két napja ezt a kurva autót, és mondták, hogy vigyem nekik vissza Bécsbe, ennyi. De én azon kívül semmit nem tudok. És vagy lét fizetnek érte, hogy kiviszem a kocsit. 50 rondot fizetnek egy fúvaré. De most ez mi a b***i? Ez biztos drog, nem? Mi a f***? Mondhattad volna azért. Mit? Hát nem a tiéd a kocsi. Hát most már tudod, de hát... Jó, Szabó, jó napot! Jó napot! Jó, jó. Pár vegyem velem ki a... Ezeket hozhatom valamit? Itt kell hagyni? Jó napot! Jó napot! Fenyőve! Ki nem foglaljon helyet? Ideges? Nagyon! Nyugodjon meg, egyenlően semmi gond.
Szóval ön a fenyőivel igen, igen. Annyi az összhibám, hogy az el van törve. Látom. Mikor született? 79.06.15. Rendben. Ön szerint miért vagyunk itt? Mert találtak valamit a kocsi alján. Mi lehetett az? Gondolom kábítószer. Hogy egyből ez jutott az eszébe? Hát mert mit szoktak csempészni? Nem tudom. Fegyvert, italt, cigarettát, kábítószer jutott az eszébe? Nem tudom. Elég nagy bajban van. Azért ugyanis, mert mi a Szambó Simont körülbelül egy hónapja megfigyeljük. Többször átlépett a határon. Az utóbbi egy hétben körülbelül 10-szer ment át Ausztriába, és még aznap jött is vissza. És arra gyanakszunk, hogy vannak bűntársai. És hát nyilván vannak bűntársai. Igen, és akkor most én vagyok az egyik? Hát nyilván, nyilván, hát hiszen maga ült az autóban mellette. Jó, na most, hogyha ez, tehát hogyha most az igazság, nem tudom, csak kérdezem, ha bűnnek ugye az a dolga, hogy kételkedjen. Nekem az a dolgom, hogy kiderítsem az igazságot. A másik szobában kihallgatják a Simon. Értem. Csak kérdeznek arra. Jelen pillanatban bűnrészes egy bűncselekményben. Csak kérdezhetek valamit, hogyha én kiderül, tehát mert hogy én nem vagyok hibás, akkor nem történhet bajom. Megmondom az őszintét, hogy én azt gondolom, hogy maga nyakig benne van. Ha nem, akkor is. Hogy derülhet ki az, hogy ön ebben nincs benne? Most jelen esetben ön bűnrészes. Ha a szomszéd szobában a Simon azt mondja, hogy öné az egész balhé, akkor kettő vallomásuk van, egy itt, egy ott. A mi feladatunk az, hogy megtaláljuk a tettesnek a társait. Értem. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ügyvédje, vagy... Hát, van. Van ügyvédje. És szeretnék telefonálni. Egyelőre. Jó napot kívánok. Szervusz. A helyzet az, hogy a Szabó úr megtört, és bevallott mindent. Uh-huh. Szerintem szembesíteni kéne őket, aztán mehetünk is ebédelni, jó? És már tele van a tököm az egész. Fogd be! Na, ez most kiderül, jó hír, vagy rossz hír. Mindjárt kiderül. Mire gondol most egyébként? Hogy nem szúrhat ki velem így a sors, hogy amikor nem csinálok semmit, akkor valamiben belekeveredek. Jó napot! Jó napot! Mondj el a Fenyő úrnak, hogy mi történt. Vegy el a sapkáját, legyen kedves. Én csak azt tudom, hogy amikor bementem WC-re és kijöttem, akkor gyanús volt már nekem a kocsiba. Azt mondja el, amit nekem mondott. Hát azt mondtam, hogy ő valószínűleg öntette oda azt a csomagot. Neki és mondja. Én. Hát, hogy valószínűleg öntette oda a csomagot és emlén. Miért magázza? Vagyis, hogy te tetted oda a csomagot és emlén, mert én nem tettem oda. És én bent voltam WC-n, és szerintem akkor oda tetted, mert én nem tettem oda. Mit tud erre mondani? Hogy nem én tettem oda. Értem. Jó, foglaljon helyet. Visszaálltam a sapkába? Nem. Én azt gondolom, hogy vegyük fel a vallomásokat, utána elmegyünk kajálni, aztán utána lassan le is lőttük a Szoli. Tudja, hogy fasírozott van? Tudja, hogy fasírozott van már. Mivel fogod elni? Krumpli főzelért. Van valami? Mindig azzal egyszer. Van valami. Hát én azért nem fogok fasírozott, mert én komolyan mondom, én, amit legjobb fasírozott tettem, az otthon ettem. Nekem is. Zseniális. Ezekben az ilyen összepancsolt szarokban. Az az, hogy ne jobb, jaj, a tagadó basszus. Annál jobbat senki nem csinál a világon, rohadjak meg. Oldalas, az nem, a legjobb. Nem az oldalas, az cupák. Oldalas a legjobb, hidd el. Gyertek el holnap ebédelni, gyertek. Komolyan mondom. Berúgunk, akkor a buli lesz. Komolyan mondom. Elmondom neked, az asszony, az benne van abban, hogy többet. Figyelj, maradjunk ott. Igen, itt. Elnézést. Állítólag itt van egy kis... Állítólag valakivel történt itt valami. Át akart vinni valamit a határon. Mintha Fenyő Ivánt láttuk volna itt a határon. Némi porcukorral az autójában. Hát ők... Hát hadd öveljelek meg, te hős. Mondjad valamit. Én annyira sajnáltalak.